De világod még csak csupa ragyogás. Aludj el szépen, kicsi gyermek, én vigyázok rád. Te vagy a szerelem, gyümölcse vár rád, majd a világ. És hogyha elmész majd egyszer, talán nem látlak már. Szívemnek melegét vidd el magaddal, add az imád. Nevében állok most elétek. Olyan sokat tervezgettünk, készültünk e napra, igyekezett csoportunknak apja és nagyja. Nasse males röce, szavel miradulje, zsesztelik nám zsisni, cintje sa tudobre. Fénycsillag, szülők boldogság. Keressetek engem, igaz szeretettel, a kicsetek vagyok, pici kis, de ember. Adjon Isten, hüvet fát, teljen pincét a marát, sok örömöt a házban, boldogságot családban. Adjon Isten, hüvet fát, teljen pincét a marát, sok Yeah.
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a tavalyi év második felében született újszülötteinket, természetesen a szülőket, nagyszülőket, akik elkísérték a piciket. Ugye újszülöttek köszöntése minden évben kétszer van, és őket köszöntjük, de hát ők még nem értik a mi kis köszöntésünket, úgyhogy ez nagy részt nektek szól, kedves szülők és nagyszülők, akik itt vannak, itt vagytok, de rajtatok keresztül természetesen nekik. És hát a köszöntésnél egyszer azért tartjuk fontosnak, hogy együtt legyetek, itt legyünk, mert ez egy városi ünnep, és higgyétek el, hogy egy közösségnek, egy kisvárosnak, vagy egy falunak, vagy egy nagyobb közösségnek ennél nagyobb ünnepe nem lehet. Lehet nemzeti ünnepünk, lehet különböző városi események, dabasi napok, kulturális rendezvénysorozat, stb. Nagyon jó dolgok, közösségépítő alkalmak, de ennél nagyobb ünnep, mint amikor az újszülötteket köszönhetjük így ebben a közösségben, ennél szebb és csodálatosabb ünnep nincs. Mert ez azt jelenti, hogy ez a település él, azt jelenti, hogy ez a település ez virágzik, ennek a településnek van jövője, mert sok-sok gyerek születik, és boldog családok vannak, mert a családokat megajándékozta a Teremtő ilyen nagyszerű, csodálatos gyerekekkel, és ennél szebb dolog nincs. Ezt tudjátok nagyon jól, hogy gyermeket várni, gyermeket vállalni, aztán mikor megszületik, gondoskodni róla, ez egy csodálatos, fantasztikus dolog. Az első gyermekes szülők valószínűleg ezt most már átérezték, és érzik azt, hogy az életnek igazából mi a sava borsa, mi az igazi értelme, és akik pedig a második, harmadik, vagy akár sokadik gyermeküket vállalták és születtek meg, ők pedig tudják, hogy mennyire megsokszorozódik az a szeretet, ami addig a családban volt. Tehát fantasztikus dolog, és városvezetőként én hagy köszönjem meg nektek. Tudom, hogy ezt nem kell megköszönni, mert mindenki maga vállalja, mindenki egy kicsit a szó legnemesebb és legjobb értelmében egy kis önzéssel vállalja, mert boldog akar lenni, mert értelmét keresi az életnek, de azért mégis a város nevében hagy köszönjem meg nektek, hogy vállaltátok őket, hogy családot alapítottatok, hogy a gyermekeitekkel gyarapítjátok a várost, ami a legfontosabb, a humán erőforrását gyarapítjátok, ennél fontosabb nincs, és ezt nagyon-nagyon köszönöm, már csak azért is, mert ti vagytok most a csúcstartók a városban, mert most az elmúlt 5 éves statisztikát tudom nektek elmondani, folyamatosan növekszik. Azt hittük, hogy a tavaly előtti évnek, a 2014 évnek a 204-es születés számát nem tudjuk megdönteni, vagy nehéz lesz majd ezt túlszárnyalni, mert ott volt egy nagy ugrás, de mégis túlszárnyaltátok, mert a tavalyi esztendőben 206 gyerek született a városban, úgyhogy csúcstartók vagytok a gyerekeitekkel. Köszönöm szépen és gratulálok. Csodálatos és fantasztikus dolog. És hát, ahogy látjátok, tudjátok, nagyszerű intézmények várják majd a gyerekeket. Az óvodáink, az iskoláink fantasztikusak és versenyképes tudást adnak, sok választási lehetőség van, művészeti iskoláink vannak a városban, sok-sok sportolási lehetőség, és egy biztonságos, nyugodt élhető kisvárost építünk együtt közösen veletek, úgyhogy jól fogják érezni magukat a gyerekek, de mindennél fontosabb az, hogy a családotokban megteremtsétek azt a harmóniát, azt a jó hangulatot, ahol a gyerek harmonikusan fejlődik, ahol mindig érzi a szeretetet, a gondoskodást, a biztonságot. És itt engedjétek meg, hogy egy kitérőt tegyek. Most, ahol köszöntünk benneteket, köszöntjük gyermekeiteket, ez egy új létesítménye a városnak, ez egy zarándok központ, egy kulturális központ. Ez többek között a Magyar Zarándok útra indulókat fogadja, különböző szolgáltatásokkal segíti őket, de ezen túl más szerepe és funkciója is van ennek az épületnek, de én a Zarándok úttal kapcsolatban szeretném mondani, hogy a ti gyermekeitek onnantól kezdve, hogy megfogantak, megszületnek, elindulnak egy Zarándok úton, az élet Zarándok útján. És ez lehet gyötrelmes is, és lehet nagyon szép. Nagyon sok minden múlik azon, hogy a Zarándok út első lépésein, az első élményein milyen impressziók érik a gyereket, hogy hogyan indul el az életben, és ez pedig a családban zajlik, a családban történik, úgyhogy nagyon-nagyon fontos a mindennapi szeretet. A sok-sok beszélgetés, a szülőnek a hangja, és itt anyuka, apuka együttesen, mert így kerek a család. A hangotok, a sok-sok zene, a nagyon-nagyon harmonikus együtt töltött idő, a kiegyensúlyozottság, a biztonság, és hogy a zarándoknak nagyon jó egy hosszú etap után betérni egy zarándok szállásra, és ott biztonságot
érezni. Nagyon fontos, hogy olyan otthon teremtsetek, egy olyan milliót teremtsetek a saját kis családotokban, ahová a gyerek majd később is, bármikor biztonságba érkezik haza, majd akár felnőtt korában is. Én azt szeretném, hogy olyan otthont, olyan biztonságot tudjatok teremteni, hogy ők, amikor járják majd az élet zarándok útját, legyen az óvoda, iskola, különböző megpróbáltatások, kihívások, feladatok, stb., akkor amikor megtérnek haza, amikor ott vannak, akkor érzik mindig a nagy-nagy szeretetet, a biztonságot, a kiegyensúlyozottságot, a harmóniát. Ezt teremtsétek meg, és ennek van egy záloga, az, kedves fiatal szülők, hogy egymás iránt legyetek mindig türelmesek, egymást szeressétek bármilyen körülmények között, mert csak így fogjátok tudni ezt megteremteni. Ugye azt kívánom nektek, és azt szeretném, hogy ezt meg tudjátok teremteni, hogyha vitás helyzet van, vagy bármi nehéz helyzet, amit meg kell oldani, jussatok rajta túl, mert az élet értelmét így tudjátok megtalálni, és az életben kapott küldetéseteket így tudjátok teljesíteni. Akkor tudtok szeretetteljes közösséget alkotni. És nagyon fontos az, hogy a gyermekek majd megtanuljanak álmodozni, legyenek vágyaik, legyenek céljaik, mert a mai fiatalok nagyon sok fiatalnál cél nélkül nehezen tudnak célokat megfogalmazni, és nehezen tudnak célok irányába elindulni. De ezt már gyerekkorban kell megtanítani. Én nem akarok most ilyen szülői, meg nevelői, meg nevelési, meg pedagógiai tanácsokat adni, de csak 2-3 szó. A mai világban könnyen elengedjük a gyerek kezét, ott hagyjuk a monitor előtt, a tévé előtt, stb. A tévé nem a család, és nem is pótol, és nem is helyettesít semmit. Ti vagytok a család, és ti vagytok azok, akik inspirálni tudjátok, akik útnak tudjátok indítani, és ti vagytok azok, akik ki tudtok alakítani a gyerekben egy igényt, hogy igénye legyen arra, hogy veletek töltse az időt, igénye legyen arra, hogy rátok számítson, igénye legyen arra, hogy szeretetet kapjon, és igénye legyen arra, hogy szeretetet adjon. Ez csak úgy lehet, hogyha sok időt töltötök együtt, és amikor eljut majd odáig, hogy elkezdi a vágyait, az álmait megfogalmazni, akkor egyáltalán váljon képessé arra, hogy legyenek tervei, legyenek vágyai, legyenek álmai, de még ez sem elég. Egy nagyon szép gondolatot szeretnék veletek megosztani. Vannak, akik az álmaiknak élnek, és vannak, akik élik az álmaikat. És ti nektek olyan gyerekeitek legyenek, akik az álmaikat élni fogják. Akik nem mindig csak az álmaiknak és a vágyaiknak élnek, és azokat próbálják kergetni, és ha nem érik el, akkor boldogtalanná válnak, hanem fordítsuk meg, éljék a vágyaikat és éljék az álmaikat. Ilyen gyerekeket neveljetek, és akkor boldogok lesztek ti is, és természetesen ők is, akik a legfontosabbak nektek. És ahogy nektek a legfontosabbak, nekünk is, a városnak is nagyon fontosak, és mi szeretnénk ezt a fontosságot mindig bizonyítani, mindig kihangsúlyozni, azzal, hogy a meglévő intézményhálózatot folyamatosan fejlesztjük, a körülményeket, a gyermekintézmények körülményeit javítjuk, és mindent igyekszünk megteremteni annak érdekében, hogy a gyermekeitek harmonikus gyermek és fiatalkort éljenek. Ebben legyünk partnerek, ebben tegyünk meg mindent közösen, és hogyha gondotok van, vagy megoldandó feladat van, vagy javaslataitok vannak, ötleteitek, akkor nyugodtan keressétek az önkormányzatot, nyugodtan keressetek engem is személyesen, mindig nyitott vagyok, és szeretettel és szívesen várlak benneteket. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és a siker mellett, ami nagyon fontos, a harmonikus, szeretetteljes, boldog családi életet, hogy a gyerekeitek egészségben, boldogságban, szeretetben nőjenek fel, és aztán ki tudjanak teljesedni majd, amikor nagyok lesznek. De addig még sokszor fogunk velük találkozni, és veletek is. A mai nap egy szép nap, a Teremtő is egy nagyon szép nap ajándékozott meg minket. Most a köszöntő után, tehát apró ajándékokat fogunk átadni, emléklapot, ahogy ezt szoktuk, és utána a faültetés van, amire mindenkit szeretettel várunk. Elvileg teljesen fel vagyunk készülve eszközökkel mindennel, de hogyha valamivel hozzá tudtok segíteni, azt megköszönjük, tehát faültetés következik. És akkor még a statisztika mellett, ugye a második fél évben 97-en születtek, a 206 2015-ben született gyerek közül a második fél évben 97-en születtek, és a 97-ből 48 fiú és 49 lány. A második fél évben a lányok voltak többen egyel, viszont az első fél évben a fiúk nagyobb létszámmal születtek. Nagyjából kiegyensúlyozott a létszám, illetve a fiú-lány arány, de összességében egy picit a fiúk javára billent a mérleg.
Hát így a lányoknak nagyobb lesz a merítési lehetőség, a választási lehetőség, a fiúknak lehet, hogy ki kell kacsingatni majd más települések felé, majd annak idején. De hát ezt tudjuk nagyon jó, hogy ez egyébként is így van, és kell mindig a vérfrissítés. Annyit, hogy a város lakossága megközelíti a 17 ezer főt, hogyha ezt a tendenciát tudjuk tartani, akkor túl fogjuk lépni egy-két éven belül a 17 ezeret, és menjünk fölfelé. Én azt szeretném, hogyha egy nem túl távol időn belül ez egy nagyjából közel 20 ezer fős település lenne, és annak van egy olyan belső kohéziója, és van egy belső mozgató ereje egy ilyen nagyságú településnek, egy kb. 20 ezeres településnek, ahol mindig történik valami, ahol még ismerik egymást az emberek, tehát az a méret, ami élhető, ami kellemes és csodálatos, és bárkinek elmondom, hogy hol vagyunk, földrajzi fekvést illetően irigykedni szoktak, és akkor még egy utolsó gondolat. Tavaly itt volt Barcelonából egy nagy társaság, focista gyerekek, 13 éves gyerekek és a szüleik, és Barcelona ma a világon az egyik legélhetőbb település, vagy város, illetve vannak a környezete, és az onnan érkezett szülők azt mondták, egyöntetően az egyhetes tapasztalataik után, hogyha őket most valahova odaállítanák, és azt mondanák, hogy a mostani lakóhelyük mellett mit választanának lakóhelyül, azt mondták, hogy gondolkodás nélkül az egyhetes tapasztalatok után azt mondanák, hogy Magyarország Dabas, mert nagyon-nagyon jó hely. Megnézték, hogy mindent megnéztek, intézményeket, munkahelyeket, nagyon sok mindent megnéztek, és egyöntetően azt mondták, hogy ez egy nagyon jó hely, és ők örömmel és szívesen élnének itt, és az idén vissza fognak jönni. Az idén újra eljönnek egy hétre, mert annyira jól érezték magukat. Úgyhogy érezzétek magatokat ti is jól, élvezétek azt, hogy ti viszont minden nap itt vagytok, és minden héten, és minden hónapban, és egész évben, és hosszú-hosszú időn keresztül éljetek itt, gyarapítsátok a családotokat, gyarapítsátok ezt a városi közösséget együtt, hogy tényleg legyen értelme itt élni, és legyen jó itt élni. Alszik a hársad utca soron, kertek alján álomosan, lusta a sajka, húzik a hold, álmában kakasrikolt, szunnyadt kicsi farkas. Ringatóz hát angyali test, nyújtóz csöpnyi dundi láb, durva kőre még ne hág, szunnyadj kicsi farkas. Csitkis farkas, ó de hamar, szél, eső és hófogamar, futsz, sietsz hajszolva fájul, akkor majd jó lenne az álom, szunnyadj kicsi farkas. Alszik a hársad utca soron, kertek alján álomosan, lusta a sajka, húzik a hold, álmában kakas rigolt, szunnyadj kicsi farkas. Három gyermekes apukaként érkeztél az újszülöttek köszöntésére, a háttérben pedig háromból kettő gyerkőcöd éppen alkot. Milyen az élet három gyerekkel? Nem egyszerű, de azért hozzá lehet szokni. Nagyon sokan félnek felvállalni ekkora mennyiségű gyermeket, de az a boldogság, amit okoznak, azért az megfizethetetlen szerintem. A hétköznapok azért nem olyan egyszerűek, de amint nőnek, cseperednek, egyre egyszerűbb, egyre könnyebb a helyzet. Igazából most már csak a legkisebbikre kell odafigyelni nagyon, a többi már egész önálló. Mit lehet tudni a három gyerkőcről? Menjünk sorrendben, kezdjük a legidősebbel. A legidősebb Márk, most 5 éves lesz pont májusban, óvodás. Ugye most középső csoportos, a középső Dávid, ő pedig most 2,5 éves lassan már, és a legkisebbik pedig Gabriella, hát ő pedig most 7 hónapos.
Nagyon fiatal vagy te is, illetve a párod is. Amikor eldöntöttétek, hogy gyermeket szeretnétek, egyből háromban, tehát nagy családban gondolkodtatok, vagy pedig ez csak úgy jött, belejöttetek a dologba? Hát lehet, hogy hihetetlenek tűnik, de egyből háromban gondolkodtunk. És ráadásul még házasság előtt. Tehát ez a vicces része, hogy már akkor eldöntöttünk, hogy nagy családot szeretnénk. Felmerült az a kérdés is, hogy kettő gyermek, de valahogy a három gyermekkel olyan egységes az egész. Tényleg úgy érzik, hogy testvéreik vannak, többen vannak, tudják mi az, amikor osztozkodni kell, segíteni kell egymásnak, és valahogy ennél a számnál maradtunk. Hogyan tovább? Milyen jövőt szántok a gyerkőcöknek? Hú, hát óvoda, iskola, nevelés. Ugye művészeti iskolában is szeretnénk mindenképpen beiratni őket. Szeretnénk, mint látjátok ugye a háttérben, itt a rajzolás az egyik legnagyobb fő tevékenység, de tényleg, tehát ez éjjel-nappal megy a hét összes napjában. Filctollal, ceruzával, tollal és minden egyéb módon. Szóval ezen a vonalon is próbálnánk erősíteni a gyermekeket, támogatni őket, hogy a tehetségek kibontakozzanak belőlük. Meg természetesen a sport, ugyebár. Milyen nálatok a családi munkamegosztás? Anyuka nevel, leginkább reggeltől estig. Én dolgozom, de szerencsésnek mondhatom magam, mivel hogy tanárként azért elég sok idő marad rájuk is. Csak a délelőttöm a legelfoglaltabb, délután az pedig már változatos, tehát mikor több, mikor kevesebb időm van, de igyekszem mindenképp az étkezéseket együtt tölteni velük, tehát a reggeli ebéd és vacsora az nálunk szent, mindig együtt a családdal, és hát estig azok természetesen közösen. Az első gyermeketekkel érkeztetek az újszülöttek köszöntésére, és én megtudtam, hogy másfél foga van, ebből egyet láttam. Mit lehet még róla tudni? Hát a picóruk a 2015. augusztus 5-én született, akkor látta meg a napvilágot. Kis császáros bobó volt, úgyhogy elég gyorsan megvolt a szülés, egy jó negyed óra alatt már virágra is jött. Rendes szülésbe bizakodtunk, de a vége végül is császár lett, úgyhogy nagy örömmel foghattam a kezembe, miután megszületett. Rögtön a szülésznő át is kísért engem a babaszobába, ahol lemértük a gyermeknek a magasságát, illetve a testsúlyát, és utána pedig pólyába odaadtad. Úgyhogy fél óráig a kezemben foghattam még anyukát, ilyen tisztasági műtéten ment át, és utána pedig ő is a kezébe foghatta. És persze a lényeg, amit elfelejtettem mondani, hogy Anna Zsuzsannának hívják, Tóth Anna Zsuzsanna. Milyen érzések kavarogtak akkor benned, amikor először megérinthetted a picúrt? Hát igazából akkor szembesültem vele, hogy apuka lettem. Amikor az első fél órát eltölthettem gyermekemmel, akkor tudatosult az, hogy én apuka lettem. És az előtte lévő 9 hónap? Igen, a 9 hónapban akkor is, tehát, tehát már akkor is ráhangolódtam, de akkor, amikor megszületett igazából, akkor éreztem. Azért más, amikor az embernek, tehát a pucakjában van a picúr, és más az, amikor már megszületik. Te is akkor váltál anyukává, amikor fizikálisan megérintetted a gyerkőcöt, vagy ez nálad már jóval korábban bekövetkezett? Természetesen nem. Hát én nálam attól a pillanattól, ahogy megtudtam, hogy már teherbe estem, én nagyon szerettem volna már régen babát, és nem is hittem el először, úgyhogy
több biztonsági dolgot végeztem, hogy biztos-e, és hát én attól a pillanattól kezdve persze. Úgyhogy azért én a 9 hónapot azt aktívan, mármint mamiként éltem végig, úgyhogy nagyon, nagyon boldog voltam. Hát a fizikai dolgokat azt utána, amire sokan készítgettek így úgy, de azt gondolom azért minden baba más, úgyhogy, egy pár hét alatt összeszoktunk, aztán azóta már nagyon jól el vagyunk. Hogyan változott meg az életed, vagy a gondolkodásod, amikor az első teszt pozitív lett? Hát ez érdekes, mert én már 14 éve pedagógus vagyok, tanár, úgyhogy nekem már nagyon sok gyerekem volt, akiket biztosan azért, mert nem volt sajátom, nagyon szoros viszony kötött hozzájuk, és nem is tudtam ezt elképzelni, hogy milyen az, hogyha a sajátom. És hát ez, hogy a gyerek lehet ilyen is, és lehet olyan is, és hát ő neki minden pillanatát, tényleg minden rezdülését érzem, úgyhogy hát egy nagyon édes dolog, úgyhogy bárkinek, aki még nem érzi, annak nagyon nagy szívvel ajánlom ezt az érzést, mert nagyon csodás. Hogyan és hol képzelítek a jövőt? Hát igazából én szeretném, én mindig is sportorientált ember voltam, tehát számomra a sport mind a mai napig él, és tehát én fontosnak tartom azt is, hogy a gyerekem nevelésében a sport átjárja mindennapjait, már picikortól kezdve. Tehát mindenféleképpen olyan iskolába szeretném járatni, ahol a sport mint olyan, az fontos szerepet játszik. És Dabason. Hát itt dolgozunk az iskolába, úgyhogy itt szeretnénk maradni, én legalábbis. 2010 áprilisában költöztem ide Dabasra, nagyon megtetszett a város, a munkahelyem is, tehát közel van. Igazából hivatalban kezdtem el dolgozni, 7 évet töltöttem ott, majd az valamilyen oknál fogva végül is megszűnt, és most én is a pedagógus szakmában tevékenykedek, tehát mindketten pedagógusi vénánk van. Hát szeretnénk, hogyha a lányunk nem a pedagógusi, hanem valami komolyabb szakmát választana, miután fölnő, de mindenféleképpen itt a jövő tekintetében, tehát Dabas, tehát szeretnénk, hogyha itt járna óvodába, iskolába, sőt akár bölcsödébe is. Ha jól látom, akkor az első gyerkőcötökkel vesztek részt az újszülöttek köszöntésén. Mit kell tudni az ifjú hölgyről, azon kívül, hogy rengeteg haja van, és nagyon stílusos ezzel a hajpánttal? A Söveggyártó Violetta, igen, első gyermekünk, szeptemberben született, kicsit dundus, nem tudom, hogy még mit tudnék róla elmondani, egy kis édes pofa. Hogyan készültetek az ő érkezésére? Hát mi már régebb óta szerettünk volna gyermeket, de egyéb dolgok miatt még ugye nem vállaltunk. Nem tudom, hogy most mire gondolsz pontosan. Hogyan élted meg azt a 9 hónapot, amíg vártál rá, és milyen az élet vele szeptember óta? Hát nagyon mozgalmas volt már, terhesség is, mert próbált kibújni szegényként. Akkor is rúgdosott, kapálózott, mint most is. Hát gyönyörű volt tényleg, tehát, és most is nagyon, most lesz 7 hónapos holnap. Hogyan tervezitek a jövőt? Szeretnénk még kistesót neki, ezt még nem tudjuk, hogy még egyet vagy kettőt. Tehát akkor megfordult a fejetekben a nagy család gondolata is. Igen, mindenképpen. Ti egykék vagytok, vagy nektek is van testvéretek? Van testvérünk. Nekem kettő, vagy egy. Nekem egy, igen. Tehát akkor ezek szerint jobban járnátok, hogyha mondjuk a gyerkőcnek is testvére lenne? Esetleg egy vagy kettő? Mindenképpen, egyet biztos. A kettőt még meglátjuk, hogy bírunk kettővel, és utána átgondoljuk, hogy való ez nekünk, vagy a kettő is pont elég, de egyedül nem szeretnénk, mert azért társas lényű, úgyhogy kell nekünk egy kis testvér.
Polgármester úr, 2001 óta ültetnek fákat. Nagyságrendileg mekkora már az erdő? Hát, hogyha átlagot veszünk, ugye az elején körülbelül 150 gyereknek ültettünk fát minden évben, az első években, az utolsó években ez folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Azt mondom, hogy olyan 170-es, 180-as átlaggal számolhatunk. Az azt jelenti, hogy most csak a gyors fejszámolás, 14 év, ugye? 15 év alatt, hát több mint 2000, tehát inkább 2500 fát ültettünk. Most hál' Istennek tavaly is 200-nál több gyerek született, meg az idén is, a tavalyi csúcsot is megdöntötték, ez fantasztikus, 206 gyerek született. Hát most 206 gyereknek ültetünk szimbolikusan fát, nem tud itt lenni mindenki, tehát a lényeg az, hogy egy ligetet hozunk létre, ez itt most a 2015-ben született gyerekek ligete. Már a tavalyi, és az évelején születettek gyerekeknek már itt vannak a fái, és mellé ültetjük a többi gyereknek szimbolikusan a fáját, és igyekszünk pótolni ebben a régióban, arra törekszünk, hogy mindig annyi fa legyen, ugye azért csak a vadak lerágnak egy-egy fát, kipusztul egy-egy fa, tehát a lényeg az, hogy ennek ilyen szimbolikus jelentősége legyen, jelentése legyen, hogy itt minden gyerek, aki megszületett, annak fája van, fát ültettünk, itt ebben a régióban, ebben a környezetben növekszik az ő fája, és hát itt szimbolikusan kötődik a fa gyökereink keresztül ehhez a földhöz, de hát a legfontosabb az, hogy a közösséghez kötődjön, tehát a városhoz. És ez ugye a város szélén van, a városon kívül. Itt most elültetjük a fákat, és aztán a gyereknek majd bent a közösségben, a városban kell kiteljesednie, ott kell majd élni az életét, és remélem, hogy a saját közösségével, családjával pedig egyre többször vissza fog majd ide jönni, szabadidőt eltölteni, visszaemlékezni arra, amikor született, akkor hogyan gondoltak rá. Kérdezősködtünk a szülők körében, és gyakorlatilag mindenki Dabason képzeli el a saját jövőjét és a gyermeke jövőjét is. Ezt gondolom önt, mint városvezetőt abszolút örömmel tölti el. Ez egy csodálatos dolog, ugye amikor a hírekben egyre többször hallunk arról, hogy azért itt Közép-Európában mekkora az elvándorlás, ugye a közép-európai országokból megpróbálnak a fiatalok a jobb boldogulás reményében nyugati országokba elmenni, munkát vállalni, stb. Akkor ezt hallani, hogy a fiatal családok, a fiatalok itt tervezik a jövőjüket, ez egy nagyon örvendetes dolog. Egyébként azon túl, hogy nekünk volt egy korábbi felmérésünk, és a tizenévesek körében is nagyon jó volt az arány, tehát akik itt tervezik a jövőjüket. Azért Európában nem sok ország van, és nem sok település, ahol elmondhatják magukról azt, hogy születik annyi gyerek, mint amennyien elmennek az adott közösségből. Ebben a városban most már azt mondhatjuk, ez elmúlt évtized így alakul, hogy többen születnek, mint amennyien elmennek, mármint akik egy másik dimenzióba távoznak el közülünk, és hát ebben is példát mutatunk, mondhatom azt, hogy zászlóshajók vagyunk, és azt látom, hogy nem csak, hogy ide születnek a gyerekek, és itt teremtenek otthont a fiatal családok, hanem hosszú távra terveznek. Ez azt jelenti, hogy van megtartó ereje a településnek, hogy tudunk egy olyan intézményhálózatot, olyan infrastruktúrát teremteni, ahol érdemes élni. Szerintem földrajzilag fantasztikus ez a régió, nem csak Dabas, hanem ez a térség. Kellő távolságra vagyunk a nagyvárosoktól, de elég közel hozzájuk. És így lehet egy olyan életfeltételt, egy olyan életkörülményt teremteni, ami biztonságot teremt, ami nyugalmat ad, ami a gyerekneveléshez, a harmonikus család tervezéshez ideális lehet, és hát az örömteli, hogy ez nem csak mi tervezzük, és nem csak mi szeretnénk így, hanem a visszajelzések is ezt mutatják. Tehát, hogyha önök megkérdezték a szülőket, fiatal szülőket, és a nagy többsége ezt mondta, ez valóban örömteli számomra, tehát a kérdésre a konkrét válasz az, hogy igen, én nagyon örülök ennek, és többek között ezért is dolgozom. Ugyanakkor alulról is szerveződnek gyerekbarát körök, tehát gondolok itt a babakocsis futós anyukákra, akkor a babás tornázós anyukákra, illetve nemrégiben elindult a Levendula ház, ahol rengeteg gyerekprogram van. Gondolom akkor ezt is támogatják teljes mellbedobással? Maximálisan támogatjuk, és azt mondom, hogy az önkormányzatnak egy olyan alapot kell teremteni, illetve egy olyan táptalajt kell teremteni, amiből kihajtanak, kinőnek az egyéni kezdeményezések, a szűkebb csoport kezdeményezések. Az a jó, hogyha sok közösség működik, kreatívak, innovatívak és önszervezőek. Ez egy város hosszú távú életének a záloga, tehát egy önkormányzat lehet nagyon aktív, lehet nagyon kreatív, és sokat dolgozhatnak a választott képviselők, de ez önmagában kevés. Tehát az nagyon fontos, hogy ez általában
ragadjon, illetve a kezdeményezés aztán átvivődjön a lakosság minden részére. És hogyha ez a fiatal családoknál, gyermekes családoknál így van, akkor ez valóban az áloga a jövőnek. Azon túl pedig azt szeretném mondani, hogy valóban ezek, amiket most említettünk, ezek a közösségek, közösségi kezdeményezések, a levendulaház, a babakocsis futás, ezek azért is fontosak, mert kell a jó példamutatás. Tehát mondjuk egy választott képviselő vagy egy polgármester beszélhet arról, hogy képzeli el a harmonikus életet, de hogyha ennek nincsenek példamutatói, akkor a szó elszáll, és nem lesz belőle, tehát nem talál az elvetett mag táptalajra. Tehát hál' Istennek táptalajra talált, és én egy Böte atyát szoktam sokszor idézni, mert nekem egyik mondjuk lelki vagy szellemi példaképem, hogy Böte atyától egyszer megkérdezték, egy közösségbe meghívták, és az abortusz volt az egyik téma, és hát feltették neki a kérdést, hogy mit szól hozzá, hogy milyen borzalmas dolog, stb. És azt várták, gondolom, meg hát ahogy hallottam, azt várták, hogy igen, majd ő elítéli ezt az egészet, és ahelyett, hogy ítélkezett volna, vagy elítélte volna, teljesen mást választ adott, és ez az ön kérdéssel is egy válasz. Azt mondta, hogy a gyermekes családok menjenek ki az utcára, sétáljanak, mutassák meg, mosolyogjanak, mutassák meg, hogy milyen boldog dolog harmonikus családban élni, gyerekeket nevelni, gyermekkel. Ki kell menni, azt mondta, meg kell mutatni. Tehát mutassanak példát a gyerekes családok, és példamutatás van. Tehát akár a levendulaházas kezdeményezés, akár a babakocsis futás, a sok-sok gyerekrendezvény, civil kezdeményezés, ez mind azt mondja, hogy kimegyünk, éljük a saját családi életünket a saját kis otthonainkban, a házainkban, lakásainkban, de ez kevés, ki kell menni, és meg kell mutatni, hogy ez az élet sava borsa, ez az élet értelme, és én ennek nagyon-nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok, hogy sok ilyen van a városban, és bízom benne, hogy ez majd évszázadok múlva is így lesz. Televízió. Önökért vagyunk.